fémtárgyak is vannak a homok alatt, amit a gyerekek ki tudnak próbálni. Természetesen van hozzá fémkereső is, ugye, ami segít abban, hogy megtalálják a gödörben, ugye, hogy hol lesznek, hol fog csipogni és hol kell ásniuk. Mester Edit régész, a tiszafüredi Kispál Múzeum igazgatója mutatta meg, hol tudják szó szerint beleásni magukat a régészet rejtelmeibe az új kutatóbázisra látogató gyerekek. Ez a Kispál Múzeumnak az új régészeti bázisa, ami nem csak úgy kutatóhelyként, hanem egy kifejezetten tudományos bemutatóhelyként is működik. A kiállítások egy része hagyományos klasszikus kiállítási formában, a többi pedig egy látványraktári rendszerbe kerül kiállításra. Ez azért érdekes, mert már a 19. század óta a múzeum megalapítói is régészettel foglalkoztak, és ők voltak az elsők, akik különböző ásatásokon szebbnél szebb a bronzkorból, illetve a későbbi korokból származó tárgyakat gyűjtöttek össze. Nagyjából 42-en voltak a sírban eltemetve, ez egyelőre a koponyákra van alapozva, később ezt majd a vásontok elemzése finomíthatja még. Amiket itt láthatunk a szekrényben, ők kiemelt leleteknek számítanak, hiszen mindegyiken található valami érdekesség, akár egy trauma nyoma, egy-egy fertőzés vagy gyulladásnak a nyoma, illetve ezen a kettőn itt égésnyomokat is láthatunk a koponyán. A tárlat anyagának egy része Taricki Endre plébános régészeti kutatásainak köszönhető, az ő munkásságát folytatta 2020-tól a Kispál Múzeum. Nagy örömmel fogadtuk a Kispál Múzeum megkeresését, hogy kapcsolódjunk be egy 2020 őszén zajló feltárásba, ahol ez a sír, ez az első sír is előkerült. Itt látható egy középkorú férfi teljes csontváza. Próbáltuk úgy berendezni a kiállítás számára a csontvázat, ahogy az eredetileg az első számú objektumban is feküdt. Ezen kívül pedig 19. századi fazekas leletek, további csontvázak, ékszerek és más edények is láthatók a tiszafüredi kutató és raktárbázison.